egy nagyon kedves régi tanárommal és barátommal együtt, dr. Tinschmidt Ernővel, aki ennek talán Európában az egyik legnagyobb szakértője és mestere volt a süket némák tanításának. És akkor kétségbe voltam, esve nem tudtam, hogy mit csináljak. Az volt talán a legtöbb, amit el tudtam érni ezekkel a 6 évtől 11 évig terjedő életkorban lévő süket néma gyerekekkel, hogy ne harapjanak, ne hörögjenek, ne vizeljenek a lábamra, és próbáljuk velük valami olyasmit csináltatni, hogy csendben vannak. Azt kellett velük megértetni, hogy én szeretem őket. Hogyha én nekik azt mondom, hogy nem, az azt jelenti, hogy valami jót akarok nekik. Azt akarom, hogy valamit jól csináljanak, jobban csináljanak. És ebből jöttem rá arra, hogy ha én összeszedem az amerikai katonai üzlet szemétkosarából a cigarettapapírokat, az újságpapírokat, a csokoládé burkolatokat, és leülök, és azokat kivágom a gyerekeknek, vagy kézzel tépkedem, akkor minden gyerek elhallgat, és figyeli azt, amit csinál. És akkor kezdtem el csinálni ezeket a kivágásokat. És aztán rájöttem, hogy én nagyon jó hasznát tudom venni, mert például a cigarettás dobozból kivágtam egy amerikai katonának az alakját, az arcát betettem a Hershey csokoládénak a csomagoló papírjából, és el tudtam adni 2 egész doboz cigarettáért ezt az üres csomagoló papírt. Nagyon tetszett a katonáknak. És aztán, mikor idejöttünk és a békeri vendéglőt kezdtük a feleségemmel, egy nagyon-nagyon nevetségesen kis alaptőkével, akkor rájöttünk, hogy semmi pénzünk nem maradt, egy fillérünk nem maradt díszítésre, belső dekorációra. És akkor támadt Szadának az az ötlete, hogy mi nem csinálunk mi is ilyen kivágásokat, mint amiket én csináltam Ausztriában. És így készültek el a békeri 3 vendéglátószobájának a falára a kivágások, a kollázsok. Az egyik szobában összehajtható amerikai zsebgyufából. A másik szobában a használt dugókból. És a harmadik szobában ocska pénzekből. És én az íróasztalomnál pedig minden darab papírt, amit kaptam, ha elég nagy volt ahhoz, hogy lehessen belőle egy kis magyar motívumot, vagy egy madarat, vagy egy nyulat, vagy akármi mást kivágni, akkor kivágtam, és ezeket félre raktam. Még az újságok is megemlékeztek a 70. születésnapodról is, meg a 75-ről is. Volt nagy buli? Hát, Amerikában ezek a úgynevezett nagy születésnapok egész mást jelentenek. Mindenki ír róluk, és mindenki ünnepel, tudnélik, amit Európában nem szoktak csinálni. Ez mind jótékonysági célokból történik. Nem az én javamra gyűjtenek, hanem engem használnak fel, mint gyűjtők más jótékony céloknak az érdekében. Például a Chicagói Vendéglátó Ipartestület úgy ünnepelte meg a 75. születésnapomat, hogy csináltak egy nagy vacsorát, $125 kértek fejenként, és több mint 300 ember jött el erre a vacsorára. Úgyhogy az ő oktatási alapjukra egy nagyon szép nagy összeget kaptak, és a Johnson és Wales Egyetemnek, ahol én most tanítok, mióta nyugdíjba mentem, $20,000 adtak az én nevembe abból a pénzből, amit beszedtek, könyvbeszerzésre a egyetemi könyvtár számára. New Yorkban a James Byrd társaság meghirdetett egy vacsorát, engem úgy hívtak, mint egy élő legendát, és meghívtak egy csomó embert, Kövi Pál volt az ünnepi szónok, azok $135 kértek
fejenként. Sok helyütt látni az arcodat, különböző kiadványokon karikaturisták rajzoltak meg téged. Népszerű ember vagy, nem? Nekem 12 éven át volt egy heti konyharovatom, amely a Chicago Sun-Times-ba jelent meg, és minden héten 117 amerikai újság New Yorktól San Franciscóig és Maine-től Floridáig hozta ezt a cikket. Még utcát is elneveztek róla az utcásbátyán. Az hogy történt? Azt a város nevezte el rólam az utcát, és az volt az érdekes, hogy mikor megjelent az újságokban, akkor emberek kezdtek írni, hogy mit fizettem érte. És nagyon érdekes volt, mert rájöttem, hogy nem muszáj egy életen át dolgozni és jótékonykodni, mert lehet úgy is utcát kapni, hogy valakit ismersz a városházát, lefizetsz valakit, és úgy is megkaphatod. Én nem úgy kaptam ezt meg, de aki érdeklődik, honnan tudja, nem lehet megtudni. Szóval ez tényleg nem olyan nagy dolog, hogy itt valakiről utcát neveznek el. Még életében. Még élet. Ja, tényleg. Rendszerint a halála után. Mondd, mi volt a Békeri ízeiben különleges? Miben volt eltérő, amiért bejöttek a magának az étteremnek a hangulatán túl? Mik voltak az ízek, zamatok, azok a specialitások, amikről szívesen beszélsz? Hát talán a legfontosabb és a leglényegesebb komponense, alkatrésze a sikernek az volt, hogy magyar vagyok. És mint magyar, már gyermekkoromban megtanultam a régi pásztoroknak azt a nagy titkát, hogy összekevertek sót olyan dolgokkal, amit minden jó főtt étel alap ízévé lehet tenni. Úgy hívták ezt, hogy pásztorsó. Aztán én elneveztem szakácssónak, vagyis chef saltnak, és mindent a békeribe, a tortákat és a süteményeket kivéve, de mindent étel ugyanazzal a fűszerkeverékkel alapfűszereztük. És akkor arra kérlek, hogy mutasd be egy ételt a nézőknek, amely egyszerű ugyan, de ezt a módszert követett benne. 12 évig volt önálló televíziós műsorom, és több mint 500 műsoron szerepeltem másoknak a műsorán, és mikor főzőbemutató műsorom volt, mindig ezzel kezdtem. És mindenkinek mondtam, hogy ez nem kés, ez egy fél kés. Csak ezzel a fenőacéllal együtt kés. Mert azért találták ki a kést, hogy valami éles szerszám legyen a szakács kezébe. Amit most mámon fogok itt mutatni, ez egy nagyon érdekes nemzetközi étel. Ettem ezt az ételt Mexikóban, ahol magyar disznóhúsnak hívják, és ettem Magyarországon, ahol mexikói disznóhúsnak hívták. És rájöttem, hogy az étel eredete spanyol. És a spanyol apácákkal és barátokkal került az új földrészre, az új világba, Észak-Amerika déli részébe, Mexikóba. Kolbásszal töltött sertés karajról van szó, amihez először egy jó erős, éles késsel bevágunk a sertés karajba egy lukat. Én rendszerint mind a két oldalról szoktam csinálni, és mikor bent az ujjaim találkoznak, akkor tudom, hogy pontosan eltaláltam. Ha csak lehet, fagyasztóba tartom az utolsó pillanatig a kolbászt, mert akkor, hogyha merev és kemény, akkor sokkal könnyebben megy be. Utána levágom itt, de ezt a darabot is beleteszem a sütőtepsibe együtt a másikkal.
és akkor jól erősen besózom szakácssóval. A szakácssó, amit Magyarország egyes vidékein pásztorsónak hívnak, só, fehér bors, fekete bors, fokhagymapor, és, vagy fokhagymasó, és piros paprika keveréke sóval. Ezeket együtt összekeverjük, ezt igazán mindenre lehet a konyhában használni, csak süteményekre nem. Ez egy olyan nagyszerű alapíz ad csirkének, borjúnak, halnak, hogy minden, amire ezt keni rá a háziasszony vagy a vendéglős, a saját ízeit adja ki jobban. Tehát ezek végeredményben csak ízesítik, de nem adnak különösebb aromát. Ahhoz, hogy megadjuk a jellegét magának az ételnek, ebbe az ételbe babérlevelet teszünk, a húsra majoránát szórunk, jól beledörzsöljük, és utána természetesen az egyik legrégibb magyar fűszert, ami ma az egész világon használt, Magyarországon köménymagnak hívják, és itt Amerikában karavé seednek, de mindenütt ezt használják, és jól bőven lehet rászórni a húsra, beledörzsölni, és utána a hús mehet a sütőedénybe. Sárgarépa, zellerszár, hagyma, fokhagyma és paprika van a zöldségkeverésbe. Ehhez adjuk a fokhagymát, és ide aláöntjük. Rátesszük a húst, vizet öntünk alá, bőségesen, hogy ebből legyen aztán a mártás, és már mehet is a sütőbe. Mikor megsült, akkor teszünk egy tányérra párolt kék káposztával. A mártást úgy fejezzük be, hogy a átpasszírozott vagy turmixon átszalajtott zöldséges folyadékba egy kis habarást, teljes vagy tejfeles habarást csinálunk, vagy fele liszt, fele keményítőből, vagy csak lisztből. És utána ízesítjük a habarás után, és szépen rátesszük a tányérra. Természetesen krumplit, rizst vagy kenyeret lehet ezzel még felszolgálni. Mi nálunk nagyon kevés volt a választék, de mindaz, amit választottunk, jó volt. Aki azt szerette, oda ment, és ezt kapta. Mindenki, aki szerette, oda jött. És mindig lehetett választani 6 főétel között, hétvégeket 8 főétel között, péntek szombaton hal volt. Nagyszerű magyar halászlét csináltunk. Kis János, aki a Hyatt Hoteloknak a világ főszakácsa, tehát minden földrészen, minden kontinensen, ahol Hyatt Hotelek vannak, ő a főnök, ő a parancsnok, ő ide járt az én vendéglőmbe. 20 éven át csak halászlét evett. Persze azt mi úgy hívtuk, hogy bouillabaisse. Mert azt mindenki ismerte, az francia volt, elegáns volt, és az érdekes az volt, hogy még a franciák is, akik Franciaországból jöttek, és a bouillabaisse-t rendelték meg, azt mondták, hogy ez jobb, mint Marseille-ba. Azért, mert egyszerű magyar halászlé volt. Herman Ottónak a receptje szerint egy kis harcsa, kevés csuka, nem sok ponty. Ez a recept. És mi ezt szerint próbáltuk csinálni.
Tehát mi ebbe a lényeg? Ebbe az a lényeg, hogy nincs recept. A főzési metódus, a módszer, az, hogy először jól megfőzött a halcsontokat, bőhagymával, paprikával, utána finom szűrőd, leszűröd, és akkor jó halat, vegyesen, változatosan teszel bele, nem teszel semmiféle tengeri halat bele. És akkor pompás íze van. És ez volt az egyik legnagyobb sikerünk végig. Elképesztő mennyiségű képet látok mindenütt, amely téged derűsen, mosolyogva ábrázol nagy harcsobajuszoddal. Mindig ilyen derűs voltál, vagy mindig a képeknek álltál be mosolygósra? Nem voltam mindig ilyen derűs, de általában úgy érzem, hogy nagyon jó életem volt, szerencsés életem volt, és kövér ember ne legyen haragos, az jól áll soványoknak. Tavaly lefogytam 26 kilót, 11 nap alatt. Nem akartam, beteg volt. Kórházba nőtt meg a szakállam 1993-ban, amikor kórházba kerültem, és 11 napig nem tudtam borotválkozni. És akkor gondoltam, most már meghagyom, most már nyugdíjas vagyok, most már nem kell aggódni attól, hogy szakács ne viseljen szakállat. És azóta van szakállam. Mikuláskor nagyon jó segítségemre van ez a szakállam. Egyszer egy távbeszélő, illetve távolba látó műsoron megkérdezett egy amerikai híres ilyen a vendéglátó host, aki interjúkat csinált, azt kérdezte tőlem, akkor már 70 éves elmúltam, és azt mondja, hogy te nem tudod, hogy milyen rossz egészségileg kövérnek lenni? És akkor én mondtam neki, hogy ha valaki tudja, én tudom. Mert szegény nagyapám a kövérségnek az áldozata lett, úgy halt meg, 93 éves korában szerelmeskedett az egyik szomszédnek a feleségével, és a férj bejött, fogta a puskáját, és agyonlőtte nagyapámat, mert nagyapám 170 kiló volt. Ha könnyű, vékony ember lett volna, talán ma is élne. Mert akkor nem találta volna el. Persze ez vicc, ez nem így van. De a helyzet az, hogy az édesapám részén nagyapám egy volt 16 fiú között. Egyikük sem halt meg 75 éves kora előtt, de volt, amelyik 102 volt, mikor meghalt, és mind nagy kövér emberek. Én ide érkeztem 4 szó angol tudással. Én azt tudtam, hogy good morning és god damn. A hajón megtanultam egy 5. szót, azt, hogy behind. Mert a Navy ápolónő, aki belém szúrta az injekciós tűt a hajón, mikor én a karomat nyújtottam, azt mondta, hogy no, behind. Akkor a nagy tűvel rányomta a pontot a behindre, így tanultam meg. Mikor megérkeztem, akkor egy ismerősöm kérdezte a kikötőbe, hogy tudok-e angolul, és mondtam, hogy hogy én tudom azt, hogy God damn is good morning. Ez volt az angol tudás. És akkor azt mondta a hölgy, hát ebből 2 nagyon csúnya szó van, amit nem kéne használni. És attól kezdve sosem mondtam, hogy good morning. Mert nem tudtam, hogy melyik a 2 csúnya szó a 4 közül. Szóval ilyen kezdet után megtanultam angolul nagyon gyorsan. Csodálatos gyorsasággal. Megtanultam főzni nagyon gyorsan. Megtanultam az ételfagyasztást, minden csinyát, bínyát. Mindenfélét meg tudtam tanulni, mert azt tudtam, hogy hogy kell tanulni. És még ma ennyi idő után is a sárospataki tanáraimmal, akik még élnek, ma is levelezek velük. Az egyik nagy titka a sárospataki tanulásnak az volt, hogy a második gimnazistáknál tanítottak.
és tanították az elsőséges. Táncra, jómodorra, arra, hogy hogy kell tanulni, és latinra, görögre, számtalra, mindenre. Úgyhogy aki ott tanult, mint diák, az mind tanító is volt. Tehát mi nem csak megtanultuk, hogy kell tanulni, de gyakoroltuk már gyerekkorunktól kezdve. Én olyan névsort tudnék neked adni lányokról, akiket én tanítottam meg csókolózni, hogy fiúk, akik más iskolába járnak, közel se jöhetnek hozzám. Mert mi mindent megtanultunk. Főként azt, hogy hogy kell tanulni, és hogy kell tanítani. Én itt voltam Amerikában, 1951. december végén érkeztem, 1953 őszét már saját rádió műsorom volt a WNLK állomáson Norman-Bakanetikában. Mikor én ideértem Amerikába és körülnéztem, akkor én találkoztam olyan magyarokkal, akik 1903-ban jöttek ki, és mikor a magyar moziba akartunk menni az öcsémmel, és megálltunk egy ház előtt, ahol két öreg néni élt, és az öcsém kiszólt, kérdezte, hogy hol van a magyar mozi. Angolul természetesen, Amerikában, Bridgeport városában. Akkor a néni azt mondta, hogy Mari, gyere már ki, itt valaki angolul beszél. Bridgeport városában, Connecticut államban, 1954. A néni, aki 1902-ben jött ki, még nem tudott angolul. És én ezt előre látva úgy igyekeztem, hogy mikor ide kiérkeztem, az első időkben ne is találkozzak magyarokkal. Nem mert el akartam veszíteni a magyarságomat, hanem mert meg akartam őrizni. És tudtam, hogy ahhoz, hogy én itt jó magyar tudjak lenni, az elsősorban jó amerikainak kell lennem, és meg kell tanulnom a nyelvet abban az országban, ahol tartózkodom. 51 óta minden éjjel Magyarországon vagyok álmomban. De nappal soha nem léptem be az amerikai republikánus párt magyar osztályába, az amerikai demokrata párt magyar osztályába, mert mint állampolgár nem akarok. Azért, hogy mint kultúrember amerikai magyar lehessek, és magyar lehessek. De mint állampolgár, amerikai akarok lenni. És mint amerikai állampolgár nem akarnál Magyarországra utazni? Fele időmet ott töltöm. Minden éjjel ott.